Sajtótájékoztatóval egybekötött közönségtalálkozót szerveztek a napokban a Gyulai Várszínházban, ahol az Erkel és a Felkelés című darab alkotóival és színművészeivel találkozhattak az érdeklődők. Elek Tibor igazgató elmondta, a gyulaiak előtt nem ismeretlen Györei Zsolt és Laktovszky Csaba neve és munkássága. Korábban már többször találkozhattak a szerzőpárossal az irodalomkedvelők, az idei könyvhét pedig újabb elismertséget hozott számukra. Kérdezem a szerzőt, hogy mit szólt az én ötletemhez, mert ugye azt elfelejtettem mondani, hogy persze Gyulán ugye nem kell különösen ragoznom, hogy mi a jelentősége egy Erkelhez kötődő, Erkelről is szóló darab bemutatásának itt a Gyulai Várszínpadon. Én évek óta terveztem egy ilyen darabot. Engedjen utamra, és ne várja meg, itt fejbe verem! Több oka volt annak, hogy Erkel Ferencről megszületett a könyv, illetve a színdarab, fogalmazott Györei Zsolt. Barátjával és szerzőtársával, Slaktovszky Csabával régóta foglalkoztak azzal, hogy a magyar kultúrtörténet nagy alakjairól írjanak egyrészt szórakoztatóan, másrészt a mai viszonyainkat is tükrözve. Nagyon szerettünk volna egyszer egy olyan darabot írni, ahol klasszikus opera librettókat át lehet írni a darab kedvére és a darab helyzeteire. Erre már néhány vázlatot, ötletet korábban is felvetettünk, és amikor ez az Erkel figurájával találkozott, akkor nagyon, nagyon tiszta volt, hogy ez az érv tovább erősíti az elhatározásunkat. Szabó K. István, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház művészeti vezetője elmondta, minden évadban igyekeznek magyar műveket beépíteni a repertoárjukba, ezért is volt öröm a Várszínház felkérése. A művészeti vezető hangsúlyozta, az Erkel és a Felkelés által a magyar kortárs drámairodalom újabb gyöngyszemmel gyarapodott. A darab rendezője Zakariá Zalán hangsúlyozta, egy-egy ős bemutató különleges kihívás, és attól a legérdekesebb, hogy nincs hasonlítási alap a feldolgozásához. Abban is kiemelendő, hogy egy megírt szöveg hogyan változik át a színpadon, és hogyan adnak életet a színművészek a karaktereknek. Kis Gergely Máté Erkelt alakítva elmondta, a címszereplő hivatásában mélységeket és magasságokat is megélt, de magánéletében kiegyensúlyozott ember volt. Körülötte mindenki 48-ban, mint a mai nap is, forr az egész világ, Európa, történnek a dolgok egyik napról a másikra, megfordulnak, átalakulnak viszonyok a politikában is, gazdaságban is, és tulajdonképpen nagyon szükség van ma is olyan emberekre, akik józanak, jó szándékúak, és bizonyos klasszikus értékekhez kötik magukat. Hajdú Imelda Radetzky Friderika grófnő szerepében egy műkedvelő, de nem túl tehetséges nő alakot formált meg, összetett és érdekes feladatként megélve az alakítást. A Gyulai Várszínház ős bemutatója, az Erkel és a Felkelés szórakoztató, csavaros történetekben gazdag, valódi magyar komédiaként került színpadra.